A honfoglaláskor ez a vidék az őrs nemzetség szállás területe volt. Kisőrs templomát a 13. században építették román stílusban. Szent László király tiszteletére épített egyházáról 1263-ból származik az első említés. A mai kővágó őrs község az Árpád korban őrs faluként települt. Kisőrs, őrs település nemesi része. A Cibrián család birtoka, ezért a 14. század elején már Cibrián őrs, vagy templomáról Szent László őrsként említik az oklevelek, eredetileg azonban neve Őrskál volt. 1263-ban lakói helyi nemesek voltak. Kisőrs a 13. században települt, már ekkor kettős falu volt. Kisőrs egy 1323-ban kelt dokumentumban szerepel először. Királyi udvarnokföld, részben a Tihanyi apátság, részben nemesek birtoka volt. Fontos, hiteles történeti adatokat szolgáltat az 1329-ből fennmaradt Ábrahám és Rendes, Rendus határjárásról szóló oklevél, ahol Cibrián őrsfalut említik. 1333-ban plébániája szerepel a tizedjegyzékben. Az 1338-ból származó oklevél arról tudósít, hogy az almádi konvent előtt Cibrián unokái, Ottmár Cibrián és Mihály a Szent László őrsi felmáli szőlőhegyen fekvő szőlőjüket, nagyőrsi Lőrinc fia János jobbágyainak 5 márka dénárért eladják. Az 1341-ben készült oklevélből megtudjuk, hogy a fehérvári káptalan a király parancsára kiküldte speciális megbízottját, a király pedig Péter fia Tamás mestert, Liptói Ispánt és Csókakói várnagyot a Kál völgyébe, ahol jelen volt a veszprémi püspök és több veszprémi kanonok is, hogy a királytól cserébe kapott birtokokat körülhatárolják. Első Károly Róbert, hogy megszerezze Tátika várát a veszprémi püspöktől, hajlandó a Káli völgyben lévő birtokait átadni a veszprémi püspökségnek és káptalannak. A megbízottak feladata volt a birtokok összeírása és a valódi nemesek kiszűrése, akiknek oklevélileg kellett a királyi udvarnál jelentkezni. A Káli völgyben, őrsön 5 udvarnokot találtak, akik közül 2 oklevéllel nemesítettek, 19 személy pedig nemes várjobbágynak vallotta magát. A fentiek okán királyi részét a veszprémi püspökség kapta meg. A birtokcsere 1342-ben zárult le. Első Lajos király utasította a kálvölgyi alattvalóit, hogy ezek után a püspököt tekintsék uruknak és a püspök tisztartóinak engedelmeskedjenek. A veszprémi püspökség és káptalan egyre erősebb birtokpolitikája érvényesült a Kál völgyben. A püspökök kérésére Első Lajos 1362 év június 30-án megerősítette, hogy a veszprémi egyház hadakozó nemes jobbágyai a kamara adó alól is felmentést kapjanak. A veszprémi püspök elérte a királynál, hogy elővételi joga legyen a Kál völgyben, azoknál a nemesi birtokoknál, amelyek nemesi tulajdonban maradtak, és amelyeket a birtokos el szeretne adni. Erre utal az 1377-ből származó királyi rendelet. Az oklevélből kiemelnénk, hogy Szent László őrs és Cibrián őrs ugyanazt a falut jelenti, és a névalakban feltűnik nagyőrs neve is. Ezt erősíti meg az 1361-ben kelt oklevél, amelyben Szent László őrsi nemesek, Balázs és Péter, Cibrián telek nevű birtokukat eladják Szent Róti Fülöp fiainak. Nagy Lajos uralkodásának idejéből származó 1374-ben kelt levélben eőrsi Cibrián unokája, Lőrinc kővágó eőrs, Kiseőrs, Fülöp, Uzsa és Detk nevű birtokokat a királyra hagyja, mert utódai nincsenek. A 14. század végén kihalt Cibrián család részeit a döbröntei hínfiek kapták, akik mellett sok kis és egytelkes nemes élt itt. A templomáról középkori említést nem ismerünk. Ma már csak egy elhagyott, rossz állapotú, alacsony kőfal maradt meg egy legelő szélén. Az 1542. év csendes, az ezévi összeírásban Boldogasszonyőrs, Kisőrssel és Sóstókállal együtt
csak az egytelkes nemesi összeírásban szerepel. Kisörssel itt találkozunk utoljára, ahol kettő adózót említenek, Szász Mihályt és Kis Pétert. Kisörs faluban egytelkes nemesek laktak. 1548-ban a török felégette, és lakossága kővágó őrsre húzódott. 1550-ben már meg sem említi a Veszprémi Egyházmegye plébániáinak összeírása. Ezt követően már kővágó őrsnek nevezik a Kisörs szomszédságában lévő nagyobb települést. A 17.-18. században már romként említik Szent Lászlónak szentelt templomát. Részben falunév alakban a 18. századig hallunk róla, 1775 után pusztult el végleg.